Sziasztok, üdvözlete minden a egyik fülöltől a keletiből, innen következő úti cél, Fülöpszállás. Onnan a 152-es vonal. Mennyi van, hogy 5 óra 50 valahány perc van, pár 53. perc is indulunk. Igen, 5:53, pár perc is indulunk, mindjárt meg is mutatom. 62 perc van fogok indulni, és egy jó másfél óra, mire Fülöpszállásra éri. Aztán meg onnan sét a Kecskemétig. Aha, ott is van. Szerintem Kecskeméti nem fogunk eljutni. Ha csak balózzuk, hogy elvéci. Hát, ameddig sikerül. Közben az ébresztő az megvan, igen, Monster. Egészség. Juice, az egészség. Akkor majd szerintem Fülöpszállásra fogok közel jelentkezni. Na, közben megérkeztünk Fülöpszállásra. Ugye arrafele van Kelebia. És itt van maga az állomási épület. Itt a WC-vel, meg a bezárt restivel. Arra fele van a rakodó, azt látszik, meg itt szerintem a Bizbernek az épülete van ebben a kis zébe, vagy mi lehet ez? Vagy van itt egy restirás, ne, ez sem az állt be. Az, ami érdekes, az a régi ízé. Eszkimó logó. Hát ez már nem tudom hány éves lehet, legalább 20. Lehet, hogy még több. Már nem is tudom, mikor lett az Alcsida az Eszkimóból, de hogy nem ma, az biztos. Alcsida, Alcsida. Mert meg ez a régi ízé, Coca-Cola-s ízé. De erre viszont még emlékszem, ez olyan 98 környékén volt ez a... Hallod, ebben kár volt kidobnod. Nincs hallja. És tényleg... Ez jó. Hát én kidobtam a kukába, én nem szemetelek. Ott a másik. Viszont emlékszem még olyan 98 környékén erre a napszemüveges ízé, Coca-Cola-s ízé reklámról. De a másik, az a jó kérdés, hogy mi süt a szemébe, minek neki napszemüveg. Egy emléktábla, hogy 1895. október 27-én nyílt meg a Kecskeméti Fülöpszállás vasútvonal. Itt ágazik el a 152-es. Itt a fővonaltól, a fővonal megy tovább, bekonyarodunk ide le. És megyünk még kb. 40 km van Kecskemétig. Itt van az első útátjáró is. Itt fordul el Kecskemét fele. És most éppen szembesüt a nap. Nem hiszem, hogy egy ilyen húda forgalmas átjáró lenne. És egy működő fénysorompó. A Fülöpszállási Delta. Ott van egy jelző a gazba. És egyébként meg benőtt az egész a susnyás. Bár még itt meg itt azért valaki is mászkált már, mert... Vannak ilyen kapások. Hát egy ösvény van itt. De valaki biztos, hogy járt erre. És egyébként itt van a csatlakozása. És azt nézzétek, működik a jelző. És itt nincs is úgy lekopom, mint a motor, mert nem éri úgy a nap az árbótot. És egy H betű látszik rajta, más nem. H jelző. Amaz volt a J jelző. Igen. Hát rég? Na itt van a Delta vége. Csonkavágány itt mellettünk a gazba. Itt van a földkúp mellette. Hát igen, a védőcsonka, az itt van. Itt van vége a földkúpnak, és ott arra fele, most nappal szemben leszünk, de arra fele vagy megy egyenesen. És ott a másik bejárat jelzi a Deltához. Hát most egy darabi nyíl egyenes lesz, ahogy látom. Egy darabig, jó. Aztán majd valamikor egy a 3-4 km után lesz egy megálló, utána kórhán közben, vagy nem tudom melyiken most. Majd mindjárt megnézem. Jöttünk, és ott távolban látszik egyébként a Deltának a vége is. Amúgy 2 km-re vagyunk az állomástól. És 5 kilométerre volt az első megállóhely. Aha, ott van. 3 kilométer inkább. Ott van a bejárati jelzője, az állomásnál, meg ott van egy fénysodompós átjáró. Na nézzétek. Mint olyan megállóhelyszerűség. Diósgyőr 1893, és ez egy 34-es sín. Hát ennyi, hát na, legalább egy ilyet is sikerült találni. És 5 kilométernél van Uzovics telep megállóhely. Ja, az lesz a másik. 9 kilométernél Izsák, 12-nél a nyádat zárja le. Izsák lesz az első állomás. Ja. Állomásilag igen. Következő állomás Ágasegyház, a másik állomás Ballószög, Helvécia, utána Kecsóalsó. Hát közben megérkeztünk az első megállóhelyhez, meg az épülete is megvan. Nyílt vonali ölhely volt ez valamikor, és itt volt a peron.
valószínűleg. És errefele tovább, következő szintén megálló hely lesz. Egy olyan pár kilométer adébb. De ez a megálló hely, ez már vonal életében sem működött szerintem. Az elsőt az 5 kilométerre jelölte. De itt van egy kis érdekesség, mert az épület is elég messze volt a sinektől, tehát itt lehet, hogy két vágány volt régebben, és itt már visszaszűkült a töltés, és ott még szélesebb volt. Tehát el tudom képzelni, hogy itt hogy dupla vágányos volt. Legalábbis volt itt egy kitérő és megálló rakodó hely volt. Hát nem tudom, ennek majd utána kell nézni. Van egy földutas átjáró. És látszik is, hogy van, szokott néha vonat járni rajta, igen. És telik a néval. Hát nincs ezt, ezek szerint a PFT tényleg gondolza, mert ki van pucolva itt a sinek köze is. Hát csak a levelek meg gazon benne. Hát igen, hogy 10 éve bezárt vonal, ahol már nem járt semmi, az nem így néz ki. 2009-ben vagy 2007-ben? 2007-ben az első közös volt. Hát akkor 12 éve. Itt van a bejárati jelzőnek az előjelző. És nem, kevesebbet, mert ez végig Kecskemétig van számozva, nem alsóig. Igen. Látod, és a jelző pedig még is működnek a jelzők is, tehát itt. És ennyi a stábla a 380-as szervény után. A következő megálló hely az nyílt vonali. Ez csak 378. Ja, közben jöttünk 200 métert, igen, ez van 378-as. És arrafelé, itt tovább még egyenes volt a pálya. Hát itt van a váltó, ami őrizetlen. És hát épület nincsen, meg szerintem a lakodó se, de majd közelebb megyünk, megnézzük. És egyébként erről jöttünk. Hát itt sem érdekes. Ez volt, ahol voltunk telekpuszta, ez most Uzovics telep. Ja, igen, az a következő. Ez a telep. Hát és ugyanúgy a pálya nem változott, talfás, célsínes. Főleg ilyen 1890-es években is sinek vannak rajta. A Pózna még nem bírta a kiképzést. És egyébként ott van a megállóhely épülete is, majd azt is mindjárt megnézem. Az távíró Pózna volt ez is, itt van a porcelán szigetelő is, jól látszik rajta. Minden, még a vezetéknek is egy darabja megvan. Meg a tartókampó, igen, ez egy távíró Pózna. Hát itt van az esőbe álló. Hát túl sok minden érdekes nincs rajta, de legalább megmaradt. Ilyen menetrendet már nem kell kirakni, de valószínűleg volt. És egyébként ennyi. Kitérővágányt sem használták már, szerintem régóta. A váltó ki van szögelve, a másik oldal szerintem itt is ki lesz szögelve. Hello, sziasztok! És itt egy másik kidőlt Pózna, ezen még több porcelán szigetelő megvan. És ott a váltónak a másik vége, tehát ezt amikor még volt itt személyi forgalom, ezt akkor sem használta már senki. Na, itt van a másik oldali váltó, látszik ez is ki van szögelve. A1-es váltó. Hát biztos, hogy nem 2007 után szögelték ezt ki, szerintem. Még 2007-ben, amikor itt még volt forgalom, szerintem ez akkor is ki volt szögelve. Akkor sem használták. Még megnézzük videón, akkor azon úgy is látszik. Az igaz. Valakinek biztos van róla videója. Nyilas tábla megvan, csak a tartója nem. És közben jött egy ív a pályába. De a felépítmény változatlan maradt. Azt a kurva. Ezek viszont nem olyan darazsak, hanem ez... Cingerek. Ez nem cinger. Nem cinger. Ez szerintem sima padlásdarázs, ami otthon is van. Igen, most így sikerült fellármázni mindent, de itt a földúton kikerülöm. Egyébként itt van. A másik oldalt van a fészek. És kurva sok van belőle. Tatasak azok mindenhol vannak. Most is találtunk egyet. Még ilyet sem láttam eddig, hogy a talfákba belemászik a darázs. És hú, ez az. Találkoztam már darázsra a vonalbejárás alatt, de nem így. Hasz meg. Kurva életben ilyen sok van. És ez sem a cinger, amit mondtál, hanem ez a rendes, ez a padlás darázs. Mondjuk az nem annyira veszélyes, mint a lódadás, de hogyha sokan vannak, akkor kurvára tudnak csípni. De. Nem vagyok rá allergiás, szerencsére. Most egy-kettő megcsíp, az még semmi, de hát hogyha egyszerre ennyi. Na pedig ezek a kis gecik, ezek olyanok, hogyha az egyik megcsíp, akkor jön rád a többi is. Hát közben a felépítmény az nem változott. Szerintem a Tuzovicsik voltak ott az ég, tordodáig a vezeték is a távíron, meg ott odáig is voltak, hogy a kötések is összekötve a vezetékkel. Azóta már nem. Csak dadásból lett több. Ja.
A Dunapatai vonal bejáráson meg azért méhekkel találkoztam. De csak egy csípet meg. Az meg semmi. Tám basztottad, hogy megcsípett. Tám basztottad őket, hogy megcsípett. Nem, hát és ráadásul próbáltam, hogy nagyon messzire kikerülni, mert mellette ott volt azért a termés, amire mentek rá. Uh-huh. És egy ilyen 10 kilométerre, vagy 10 méterre legalább kikerültem. Hogy hát, ha akkor már jönnek utánam, hát az egyik utánam jött. De vagy lehet, hogy a másik irányba kellett volna kikerülni, ott a kaptár mögött elmenni, mert a másik irányba repültek, arrafele nem. És akkor csak ott már nem volt hely, csak egy-két méter, azt meg nem mehetem ott a kaptár mögött elmenni, pedig lehet, hogy ha ott megyek, akkor nem csíp meg. Akkor le se szarják, hogy arra vagyok sok. Igen, ez a rozsdás tábla, az ibetű, ez úgy tudom, hogy ez a tűzveszélyre figyelmeztet. Általában ilyen vegyi üzemek, meg hasonlók előtt szokták kirakni. Úgy szerintem az erdős rész miatt. Lehet. Gyúlékony. Hát valószínűleg még a gőzös korszakban volt az, hogy a gőzös azt szórja a sziklákat, hogy nehogy felgyújtson valamit. Bár még azzal sokat nem tudsz kezdeni szerintem, hogyha gőzössel mész, mert az... Vannak olyan gőzösök, amik vannak sziklafogók. Hát csak tudsz egy gőzössel úgy menni, mint a másképp tüzelsz, hogy kevesebb sziklát nyomjon ki, mert szerintem nem nagyon. Nem, szerintem ezek a száraz fenyőfák miatt vannak kirakva. Mert az még régen is úgy volt, amikor tűzveszélyes rakomány volt, akkor ugye... A gőzösnél vonatok teljesen úgy tudták csak vinni, hogy védőkocsikat raktak elé. Na, menjünk tovább. Közben már magas töltésre megy a vonal. Hát. Dabazsakkal még találkoztatunk, de remélhetőleg nem fogunk. És nézzük. Ez nem semmi. Hát ez a nagy jelent, ez a 360-as szelvénykő, de hát csak így fémre rátenni. Igen, hát általában egy nagyobb kővel rakják le. És ott a távolban látszik már a következő ív, és utána jön az állomás. Úgyhogy megyünk tovább. Még egy-két kilométer, aztán ott vagyunk Izsákon. És itt vagyunk az előjelzőnél. Hát most éppen nem működik, de megvan. Telefonkábel is nem működik. Ja, hát igen, itt már azért a kábel az már leesett az oszlopról. El is van szakadva is. Igen. Hát jó volt ez a telefonkábel, ez már valószínűleg azért, mert már leszerelték. Nem kell ez már ide. Hát de már nem használják, úgy gondoltam, hogy a végponthoz, ahol kihúzták, ott már nincs telefont, mert lehet, hogy lemondták az előfizetés, mert már minek. Na. Izsák főjelzője, és valószínűleg itt az ív után már az állomás is megérkezik. És hát ez is ki van kapcsolva, viszont van rajta hívójelzés is, vagy legalábbis hívójelzése is alkalmas volt. Na, menjünk tovább hamarosan Izsák. Megérkeztünk Izsákra. Erről, és akkor itt van mellettünk egy őrház. Ez volt a váltókezelő őrhely. Hát, szolgálat már nincsen. Hát az ajtó be van zárva, viszont az üveget kitörték. De hát itt volt a... Aha! Ott van a tábla a váltókulcs azonosítóval. Siemens Halske Bissbel. Váltókulcs azonosító berendezés, a romjait még meg sikerült megrehetszni. És itt van, és elég sok vágány van. És még itt is van egy, ami errefele elvezet. Igen. És arrafele van még az állomás épület, majd kicsit közelebbről azt is megnézzük. Hát itt volt a rakodó vágány, és itt van a mérleg. Erre rááll a teherben az, és akkor itt tudták megmérni. Hoppá, hát nem, hát ide hordják a szemetet. Valószínűleg. Micsoda fasz a mérleg? Nézd meg a plafont. Az. Mondom, fasz a egy mérlegház. Hát. Itt van még a berendezés is, bár ugye fingom nincs, ez hogy működik, de... Nem semmi. Hát. Igen, csak a szemetet hordják ide. Régi áruraktár és az oldalrakodó. Már benézünk. Csak egy nagy fasz. Meg egy szex. Ott egy pina. Tényleg egy fasz meg egy pina, és meg ki is van írva, hogy szex. De ott is helyesírási hibás van. Na, fasza. Na, ott már valaki kiírta még egyszer, de közben talált egy helyesírási szótárat is. Linkin Park. Itt egy békejel, vagy egy Mercedes csillag. Jó az ára. Jó az ára. Hát,
hallgassunk rá, és ne fogjuk meg az a téget, egyébként sem ajánlatos. Nézzétek, na itt a melléképület. Hát a videó nem hozza át a szagot, de képzeljétek hozzá, valami oltmacsadó bűz van. Fülöp szállás Ézébudiban nem volt egy... Kupasz meg. Igen, Newton vizes blokk. Szabi. WC. Férfi WC. Hát a szagot ti nem érzitek, de képzeljétek oda. Itt meg lehet, hogy lakik valaki. Itt van az állomás épület. Szokásos típus épület, azt hiszem, hogy hév a harmadik szabványú hozzáépítésekkel. És hát le van lakatóval itt a forgalmiroda, viszont lehet, hogy a szolgálati lakás valaknak még, bár nem úgy tűnik. Majd a másik oldal utcafronton megnézzük. Hiszen mi az a kék? Igen, és azok nemrég kerültek ki ide. Igen. Váró, tehát nem, hát valószínűleg akkor lakták be USB-lappal, mert szerintem az ablakot betörték. Napi három. Ja, van is itt egy busznak álló, és akkor onnan napi három busz még be is jön. Errefele. És még ott a melléképületben is be volt vezetve az állam, mert ott van a vezetése, csak a vezetéket, igen, és ott a villany vezeték is. Viszont az épületben azt nézem, hogy megy ebbe villany. Nem látok villanyvezetéket, tehát pedig a digitális villanyóda az ott van. Itt a kamera nem látja, mert a... Mert úgy áll a lencse... Aha! Valószínűleg be van vezetve a villany, csak földkábelen. Bent egyébként látszik egy digitális villanyóda, ami ráadásul új. Mert... Szóval aki feltették, viszont nem úgy néz ki, mintha lakott lenne. Pedig ugye szúnyoghálót is feltettek oda. Hát elég régi már napis. Hát meg ugye be van zárva, úgyhogy bemenni nem tudunk, megyünk tovább. Vissza a sinekhez. Nézzétek, a forgalmi iradánál az utolsó vonat. Itt van a koszorú. Önkormányzata, igen. Utolsó vonat. Van egy Szeged is valami. Szeged az a szegedi csomópontot akarja szerintem. Izsákváros önkormányzat, 1895-től 2007-ig. Na itt volt egy váltókezelő hely megint, és ez valószínűleg még lakott is. Uh-huh. Sőt, amilyen milyen kutyák vannak, biztos, hogy lakott. Tudom, ott vacsognak a kutyák. Igen. És itt a négy vágányos állomás. Igaz? Hát három motor elhúzott. Ja, viszont a simonzás keresztes átjáról volt mindig, és szerintem itt volt sorompó régebben. Nem hiszem, hogy ezért volt is. Fél sorompó nem, de tekedő sorompó az lehetett. Hát annak sincs itt nyoma. Bár a hajtóművet nem láttuk. Az a nyoma sincsen itt. De viszont nem látok kiszámláló pontot sem, stb. Mint hogy ami alatt egy fénysorompó lenne. Bár mondjuk az ott micsoda? Az nem egy, ezért kiszámláló fénysorompó? De lehet meg volt egy, csak itt van ilyen betonmaradás. Mondom, gyanús, az ilyen helyeken mindig szokott fénysorompós átjelenni. Nem, mert szerintem tekerősnek a nyoma. Igen? Igen. De nézd csak, mert ez meg olyan, mint egy fénysorompó kiszámlálója lenne. Igen, de nincs ilyen számláló a tengelyeknek, tudod, hogy átmegy rajta a tengelyek. Hát, ja, az is igaz. Hát, de mi van, hogyha ezért az áll a forgalmi irodából kezelték? Ez szerintem a jelzőhöz van ennek köze. Ja, hát lehet, nem, de meg kell nézni valami régi ízét, vonal videót. Pete Gabinak biztos van, és akkor ott meg kiderül. Na, majd ha megyünk haza, majd a festővonaton majd megnézzük. Hát majd megnézzük majd mindjárt itt a nyílt vonalon. Igen, itt a bejárati előjelző Izsáknak. És közben haladunk, és itt vagyunk mindjárt a 32-es, ugye te 320-as szelvénynél. Itt van. És itt egyenes a pálya. 310-es szelvény, kb. 11 km-t haladtunk, és a 306-osban megint lesz egy nem biztosított átjárás, és ott a háttérben már látszik egy előjelző is, vagy egy főjelző. És a pálya továbbra is nyílegyenes, felépítmény változatlan. Talpás, kis szélsének, 34 kilósak. Diós Gyöl 1967, és 34-es. És már sikerült. Eljutunk a következő megállóhelyig. És itt van mellettünk egy üzem, ami még működik. A kihúzó vágánya is itt van. És itt. A megállóhelyi egy vágány. Ja, csak egy izé váltó. Tehát egy megállórakodó hely volt ez, nem? De ott az épület. A kiágazás csak így lényegében. Igen, majd mindjárt megnézzük.
Ja, meg közben lemerült a fényképező aksi, a tartalék aksi meg hirtelen megadta magát, hiába volt fúra tölte, úgyhogy fénykép nem nagyon lesz, már csak videó. És itt látszik az iparvágány, és ott még egy szobor is van oda bent. Nézzétek, van ott egy szobor. Csak itt van egy pad, és ez volt a váróterem. Ez volt a váróterem. Látjuk, hogy régen volt egy ajtó. Ja, igen. Ennyi az egész. Lehet falazva. Aha. Ennyi az egész. És itt erre fel el lehet menni? Hát szerintem lopnak itt nem legyen mászkálni. Biztos. Hát itt még le van kerítve. De itt a szabványpatlás feljáró. Túloldalt viszont nincs semmi, hát akkor menjünk vissza. És ugye nem tettek ide föl még az újfajta kék megállóhely táblákat se. Azt nézem, hogy még itt a régi neon betű is maradt meg, csak ugye a neont már leszették. Csak a betűk vannak. Szabványos, mávos kerítés. És itt lehet benézni még az udvarba, de sok nézivaló nincsen. Ja nem, már megvan még a vezeték. Hát, hogy ez lakott-e vagy nem, azt így nehéz eldönteni. És itt van valami, ez egy palackozó üzem lehet, mert itt ilyen boros üvegek meg ilyenek vannak itt végig. És látszik, itt van az iparvágány is, csak azért sem használják, mert van rajta egy konténer épület. Én ez valami izé lehet, nem? Nem is tudom, hogy milyen üzem lehet, de lehet, hogy itt azért bodokat csinálnak. Ilyen szeszlepádló lehet, hogy bárhogy nem tudom. Mi is volt a cég neve? Nem mindegy, mennyi. Mert az előbb megnézed a Google-ba, hogy mi volt az. Ja, mindegy. Majd bevágom a videóba, én is meg tudom nézni. Csak elő kéne lenni a telefont. Azzal csak, mert én fogom a kamerát, addig nem tudom. De ott még van egy olyan hely, azt még majd megnézzük, hogyha arrafelé odaértünk. Hát nem tudom, mennyire látszik, de az olyan egy pezsgőpincészeti a terület, tehát valószínűleg itt az ő parvágányi, tehát itt nem is bolt, hanem pezsgőt gyártanak. Pezsgőt is szőlőből csinálják. Igen. Szovjeszkoja iglisztolja pezsgőt, az is itt készül, most már legalább tudjuk. Hogy amivel szilveszterkor kocintunk, az innen származik. És akkor van itt még egy őrhely, akkor most átmegyünk Urbexbe. Ahó, a potyantós rötyi, na arra most nem vagyok kíváncsi. Ma már láttam egyet, az is épp elég bütös volt, hát ez. Na, itt nincs semmi. Anyád, ez meg nem nyílik, hanem mindegy benézünk, de itt sincs semmi. Ó, kezelő volt. Itt a kőkapcs. Ez milyen izé? Siemens Holzke? Nem tudom milyen izé lehet ez. Nem, ja, de a kezelő volt, igen. Látszik, hogy egy jó pár éve nem volt használva. És itt a vágány rajz is, igen. Tehát itt ez maga az iparvágánynak állózata. Igen, de szintén be lehetett menni a gyárba, ebből az irányból is be lehetett jönni. Itt volt egy fénysorompó. Fénysorompó. Úgyhogy még ott arról lesz egy váltó. Valószínűleg a fénysorompó már nem lesz meg. Nincs, András keresztül. Ott egy biztosítéktábla. Lámpabúra. András keresztül. Benyúlsz, kinyúlsz. Jó, zárva néztem. Meg óvatosan lehet, hogy dalás van benne. De zárva. Ja, meg le vannak kapcsolva a biztosítékok. De kézire. Nyuszi. Fogd meg aztán majd ezért. Fogd meg, nyúzd meg aztán, hogy megsütjük otthon. Hogy valószínűleg még hamarra is lesz majd egy iparvágány, ahol be lehet menni a gyárba. Igen, a vágányrajz alapján kéne, hogy legyen. És nézd meg ezt a régi távíró vezetéket, mennyi vezeték van ezen a póznán. És itt van a hátsó bejárata a pezsgőgyárnak. Ott van az aszfaltban a vágány, nézik, és itt volt egy fénysorompós átjáró. És itt van a másik kiágazás. És itt is van ez a védőcsonka. Uh-huh. És itt lehet bemenni a gyárba, szintén másik oldalra. Tehát ez sem volt használva mostanában. Hát a váltó szokás szerint kiszögelve. Hát nem se tudni, mikor volt utoljára használva. Ja. Majd megpróbálok utána nézni, aztán majd belinkelem a videóba. Sőt, szerelve, látod, mert kézi állításúra van szerelve automatának a pultja. Ja, hát igen, azt onnan tudták kezelni. Vonóvezetékes lehetett. Mondjuk a digitális pult, úgyhogy az szerintem izé volt. Motoros.
Ja, miért? Ez valami dominó rendszerű lehetett? Vagy? Nem, nem, minden, hogy ott a gombokkal hogy húzigálod a vonóvezetéket? Hát, mondjuk mi? Ja, hát az igaz, mondjuk a Siemens, ha azt kéne keres valami, akkor hogyha vonóvezetéket, akkor meg csappantjuk. Ja, azért mondom, ez valami motoros lehetett annó. Hú, de hát az sem most lehetett. Meg hát a nagy forgalom lehetett, hogyha ide motoros váltókat raktak. A rendszerváltás óta már nincs ott, nem volt használva. Hát igen, az jó kérdés, hogy mikor használták utoljára. És valószínűleg a megálló helyiség csak emiatt épült ide, mert más a környéken nincs. Hát semmi nincs itt. Az emberek le tudtak szállni a vonatról, ha megnézed, ott ahol volt a peron, ott volt a bejárat. Ja, ott volt a bejárat, besétáltak a gyárba, az annyi. Megvan a szavazóbázis. Kétszáznyolcszörtös szelvény, itt volt egy átjáró, és a pálya továbbra is nyílegyenes. És erről jöttünk. Ott volt a birka legelő. Hát akkor itt vagyunk útban Ágas egyháza fele. Pálya még mindig nyílegyenes. Éppen pihenés közben. Szevasztok! És eladunk. Hát még legalább egy kilométer Ágas egyháza. És közben megérkeztünk Ágas egyházi tanyák megállóhelyre. De még érdekes, hogy itt van az épület, de el van kerítve. Nincs. Ja, itt. Ja, itt pont nincs. És megvan a pad, ami ritkaság. És valamiért itt a vonalon fel lehet ároztak mindent, mert itt is új lehet áriszám van. És megvan még az állomás névtáblája is, csak eléggé rozsdás már. Az ott mi? Épület. Ja, de ez megállóhelyhez tartozik? Ah, biztos, hogy lakatlan. Meg azt szerintem volt egy pályatelefon is abban a dobozban, nem? Elég rozogának tűnik. Az valószínűleg pályatelefon volt. És igen, is itt megvannak a melléképületek, meg minden. És ott a villanyóra szekrény is, ami még látszik. De elég rozog ez az épület. Ezért így óvatosan belesünk. Ott van a régi látári szám az ajtón. És ott a padlás feljáró. Aha, itt volt a villanyóra. Már nincs. Ez biztos, hogy szolgálati lakás volt. Itt volt egy kályha. Közérdekű közlemények a falon. És ráadásul ez egész friss, szeptember 22-i. Ide még járnak. Akkor most gyerünk kifele. Ja, talán a hagyományos orvadó biztosíték. Ez volt a spájz. És akkor két késtalázsi. És akkor itt volt egy, de itt egy létrába fel lehet venni a padlásra. Csak szerintem beszakadna a tető, valószínűleg. És akkor itt meg tovább a pálya Ágas egyháza fele. Hát a pálya az eddig nyílegyenes volt, de Ágas egyháza fele továbbra is. És itt van már az előjelző. És még mindig nyílegyenesen tovább. Hát előbb-utóbb most már beérünk az állomásra. Menjünk tovább. És itt vagyunk Ágas egyháza belterületén. Mellettünk a temető, itt a vonal, itt van egy labirint korlát. És az előjelzőt elhagytuk. És lesz még egy átjáró. Picivel odébb. Néhány lerakott betonaj, és errefelé jöttünk. És a földön egy nyilas tábla. Valószínűleg Ágas egyházán nincsen szolgált, és akkor az őrizetlen váltók miatt rakták ki. És elérkeztünk az előjelzőhöz, de ott már látom a váltókat is a távolba. Jó, igen, ilyen vagyok a főjelző, az előjelzőnél már voltunk. Látszik, hogy fáradok már ugye 20. kilométernél. De mindjárt ott vagyunk. A váltók is látszanak már ott a háttérbe. Na, megérkeztünk, itt van a kitérő, mutó. Ja, kiszögelve, fával, pályatelefon. Na, ott van mellett a másik doboz. A doboz meg üres. Ja. Ott abban volt a pályatelefon. Ott a szakozó, jó, ott van. Ja, nézd. A vezeték. Ja. Itt meg szerintem rendesen vonatkereszteket is csináltak, mert megnézed, nincsen vágányzáró sorompó. Igen, hát valószínűleg itt volt. Lehettek keresztek. Igen. És itt van az átmenő vágányból kiágazik még egy. Ez lesz a rakodó valószínűleg.
majd közelebbre megnézzük. És itt van Ágas egyháza, az állomás épület, van melléképület, meg két ezért vízbelszekrény, valószínűleg fénysorompó miatt. És itt vagyunk a régi peronnál. Kitérés az átmenővágány, és valószínűleg itt voltak a keresztek is. Ott van egy pad, aminek ellopták a farészét szokás szerint. Az épület meg OSB lappal be van mindenhol zárva. Nézzük meg a felvételi épületet az utca felől is. Hát sok látnivaló itt sincsen. Be van zárva, OSB lap. Viszont ott egy vaslétra, azt még meghagyták, a tűzlétrát, ami fel lehet menni a tetőre. És elhagytuk akkor a Ágas egyházát, és megyünk tovább a Hallószögre. Itt is egy fénysorompós átjáró volt, csak itt is leszerelték, és maradt az András kereszt. Na, közelítünk a másik az előjelzőhöz. Hallószög fele, bár ez még az Ágas egyházi. És itt lesz egy kisebb ív, aztán meg egy olyan 4 km hosszú egyenes. És egyébként erről jöttünk. Egy átereszt, meg a 222-es szelvény. Haladunk, már megjöttünk egy kilométert legalább azértől is. Uh-huh. Hát ott meg volt egy biztosítás nélküli földutas átjáró. Hát jöhetünk körülbelül 1 km bejelentkezés óta. És itt már annyival más, hogy beközelebb van hozzánk a közút. Yeah, jó, és még hideg a sör. Itt vagyunk a 205-es szelvénybe. Itt egy sima András kezdes földutas átjáró. Oldalt igazából több kilométert jöttünk ki nyílegyenesen. Úgyhogy azért még hátra van legalább olyan 2-3 kilométer. És itt is a felépítmény változatlan. 34-es sínek, talpfák. És itt még megvannak a távíró póznák is, meg a vezeték is. Ez az érdekes. És lassan elérünk a 20-ashoz. Már 24 kilométert jöttünk. Arra na, mondtam, hogy furik. Itt van a 20-as. Még 20 km vagyunk most Kecskevét alsótól. A fasz, Kecskevét. Ja, oké, Kecskevétől, 16-ra Kecskevét alsótól. Haladunk. Hát még vagy 3-4 még Hallószögtől. Itt vagyunk a 186-os szelvénybe. Én sok, kurva sokat jöttünk már meg ilyen, és még sehol Hallószög. Valahol itt kell lennie a Köncsögi megállóhelynek. Akkor mondhatni azt, hogy tévedtünk, mert ez volt a Köncsögi megállóhely. És itt van az épület is még. És van egy telekomos antenna, a műhold, meg ott van a rozsdásodó tábla. Ezt mindjárt nézzük az elebből. És akkor elhagytuk Köncsög megállóhelyet. Nem köcsög, hanem Köncsög. Köcsög. Nem köcsög, Köncsög. Azért a Kecskevéti kisvasúton is van egy ezért Köncsög puszta nevű megálló. Azt is Köcsög pusztának hívják. Vagyis hát volt, mert a kisvasút is megszűnt már. Hallatszik majd? Szépen zizeg, és még akkor a szél nincsen, hogy fújja. Hát, hogy nem is távíróként használják, hanem rendes áramvezetékként. Igen, hát de most ez a nagy feszültséget faoszlopon nem lehet vinni. Fapóznán, ahhoz már beton vagy ilyen azért vaspóznak el, hogyha... Nem, sarkodon is van, nem egy hálózati villanykarú, ami póznából van. És az a azért, hogy jöttünk már kibaszott sokat, és még sehol nincs Hallószög, pedig elvileg csak 7 kilométerre kéne lenni Ágas egyházától. Azért mondom, átbaszott minket a térkép. Hát de nagyon. 30-nál, úgyhogy már 29-et jöttünk, akkor Hallószögtől jöttünk már 8 kilométert. Hallószögtől? Ugye Ágastól. Hát faszom, menjünk, aztán majd aztán előutam arra csak odaérünk. Na itt viszont kicsit rosszabbak az állapotok már. Nem látszik ki az ágyazat, itt már azért ráholták a homokot. Vagy szerintem ide fújta a szél, és itt már a PFT nem járt. És hát itt érdekes, mert eddig ez a legszebb szakasz, amin mentünk. És még nem tudjuk, hogy milyen messze van Hallószög, mert már régen oda kellett volna érnünk, és még nincs sehol. 169-es szelvényt elhagytuk. És a 24-esnél, vagy a 240-esnél volt... Igen, a 240-esnél volt Ágas egyháza. És hát ugye 7 kilométer, tehát annak már oda kellett volna, hogy legyünk. Azt még mindig nem vagyunk sehol. Na, sziasztok, akkor itt a közben megérkeztünk Hallószögre. És sikerült lekésni a buszt is, úgyhogy az utolsóval kell visszamenni, ami másik oldalon múlva megy. Vagy az utolsó előttivel, de hát az nekünk az utolsó, mert az a tudja csak onnantól elérni.
Hát és hát igen, mert ugye a Wikipédia, vagy az állomás ment addé, vagy a Wikipédiai hülyesége, de mindig nem az állomáson voltunk, csak letértünk ott az egyik útát járónál, hogy a busz megállóz, minél közelebb menjünk, aztán meg eljöttünk a legközelebbi helyig, ahol van sön. Honnatilag úgy, hogy szerintem ezt most nagyon megérdemeljük, ezt a Borsodit. Több mint 30 kilométert jöttünk, 30 és fél kilométert. 32 az enyém. Hát jó, enyém szerint meg 30 lehet, még az is van. Hát jó, de beszéltük akkor, hogy csak az enyém mér jó, ezért az a szervénykövekhez képest. Úgyhogy akkor majd szerintem holnap folytatjuk, de hát holnap meg alig kell menni, tehát ilyen 11 kilométer, vagy lehet, hogy már csak 10. 15-ös szervény meg volt. Hát akkor már csak, hát igen, akkor 11. Vagy hát lehet, hogy csak 10. Hát már nagyon keveset kell menni, hát ahhoz képest, hogy majd jöttünk, hogy nagyon keveset kell közelebb jönni. Úgyhogy szerintem majd folytkez holnap. Hát most nagyon le vagyok fáradt, hogyha lehet, hogy össze-vissza beszélek minden hülyeséget, de hát ez most... Egyébként is szoktam, de most lehet, hogy szokottnál is többet, hát ezt most nézzétek el nekem, de tényleg nagyon fáradt vagyok. Aha.